nagyon fontos, hiszen a felelősséget a képviselőtestületről nem veheti át senki, a döntés felelősségét, a finanszírozást, és teljesen jogosnak tartom, hogy nekünk, akik nem csak döntésben van szerepünk, hanem alapvetően végrehajtók vagyunk, be tudjunk számolni a képviselőtestületnek, hogy hol is tart az ő döntésüknek a végrehajtása. A nagy beruházások megtekintésének sorát a Cseresznyési Erdei Iskolánál kezdte a városvezetés. Az épület kivitelezési munkálatai 2012. márciusában kezdődtek. A 152 millió forintos beruházást keceli vállalkozás végzi. Az építkezés lassan a befejezés stádiumában tart, de mint látható, munka még van bőven. Ulbert Sándor, a Városépítő Bizottság elnöke hasznosnak ítéli azt, hogy bepillanthatnak a munkálatok alakulásába. Nem árt teljes mértékben képbe lenni, és látni azt, hogy hogy állnak a beruházások. Elekészülnek, és ha végeredményben valamiért le is van maradva, mint amit épp a Cseresznyés iskoláról hallani pletyka szinten, akkor az ember lássa azt, hogy most le van vagy nincs. Én úgy érzem, hogy ezt a lemaradást, ami van, ezt itt be lehet hozni. Persze sok mindent kell még hozzá, főképpen jó idő. A grémium másodikként a gyógyászati központhoz látogatott. A vendégeket dr. Struhás Sándor, a Paksi Ipari Park Kft. Ügyvezetője, és dr. Hausznek József, a Strabag MML főépítés vezetője kalauzolta. A munkálatok a terv szerint haladnak, az átadási határidő 2013 tavasza. Utoljára a hulladékudvarban a szeméttelepen tájékozottak a városatyák. Itt is az előzetesen meghatározott ütemterv szerint zajlik az új Paksi hulladékkezelőközpont építése. A jelenlegi állás szerint tartható a szerződés szerinti befejezési határidő, a próbaüzem 2013. január 1-én indul. Az új szociális épület a napokban elkészült és megkezdődött a régi blokk rekonstrukciója is. Hajdú János polgármester kiemelte, a műszaki osztály és a hivatal minden dolgozója magas szintű munkát végzett a beruházások előkészítése, valamint a kivitelezések kontrollja során.